úgy indult az egész, hogy nagyon sok helyen muzsikáltunk, nagyon sok helyen tanultuk a muzsikát falusi parasztmesterektől, akik még funkcióban használták ezt a zenét. És mi ezt ugyanilyen módon szeretnénk tovább tanítani a gyerekeknek. Növendék megtartása érdekében mindig változatossá és érdekessé kell tenni az oktatást. Ennek a módszerei ugyanúgy történnek, mint hogy a gyermek az anyanyelvet tanulja. Tehát a tanár hangszerével együtt muzsikál a gyermekkel az órán vagy a tanulóval, és először leutánozza jól, rosszul a szavakat, mondatokat, majd miután már érti a törvényeit és a rendszerét, önmaga is tud ugyanazokból a szavakból új mondatokat formálni. A legfiatalabb növendékem, aki most is muzsikus és nagyon jó zenész lett, ő 4 éves korában kezdte a bőgőzést nálam. Hát természetesen a korosztálynak megfelelő eszközöket tudtuk használni, de mivel volt érdeklődés a részéről is, a szülők iránt, a szülők is segítették ebben, mert nem elhanyagolható, hogy a szülők hallgatják otthon, hogy a gyerek gyakorol, és meg kell venni a hangszereket, tehát az ő támogatásuk is szükséges ehhez. Mindenki úgy muzsikál, amilyen jellem. Tehát a saját jellemét a zenei művészete megerősíti, de hogyha vannak gyengéik, mint ahogy nekem is vannak, akkor azt segít háttérbe szorítani is. Tehát mi úgy hívjuk, hogy zenei alázat. Most önkéntelenül, amikor zenét tanítunk, nem csak zenélni tanítjuk a gyerekeket, tehát magára a mechanikára, hogy ezt a hangot itt kell fogni, vagy így kell megszólaltatni, vagy így kell leütni, hanem egy szemléletmódot is tanítunk. Tanítjuk a zenével szembeni alázatra, a tudással szembeni alázatra, az egymásra való figyelemre, és arra, hogy mindig alkalmazkodni kell a zenész kollégáinkhoz. Egymás érzését erősíteni kell, nem pedig gyengíteni. És ezt a gyerekek nagyon jól megértik, még akkor is, ha nem definiáljuk nekik így.